Üdvözlök mindenkit! Igazából a téma, amiről beszélni fogok, én úgy érzem, hogy egyszerű megmutatni, mint hogy rögtön elkezdeni beszélni róla. Ez egy 1944-es videófelvétel lesz, és most mondom, hogy néz. Most beletekernék, de itt sajnos nem tudok. Igazából ennek a jelenségnek az a lényege, hogy, ennél a videónál 40 embert megkérdeztek, és 39-en úgy írták le ezt a jelenetet, hogy a kis háromszög és a kör, hogy őket pár, akik mentek valamerre, és a nagy háromszög rájuk támadt, és a lány elbújt a házban, miközben a nagy háromszög próbálta bekeríteni, a kis háromszög pedig próbálja kimenekíteni. Tehát az emberek úgy írták, hogy szándékot is tulajdonítottak, igazából érzelmet is megjelentek, és személyiséget is tulajdonítottak ezeknek. Tehát volt, aki például a nagy háromszöget úgy jellemezte, hogy narcisztikus. Ami ugye azért nagyon érdekes, nem fogom tudni ráállítani a videót, de ez ugye azért nagyon érdekes, mert ha belegondolunk, itt gyakorlatilag két háromszögről és egy pötről beszélünk, ami random mozog össze-vissza, és mégis képtelenek vagyunk nem úgy látni, hogy ezek mozognak valahova, és itt tényleg történik valami. És igazából ez ennek a jelenségnek a lényege, hogy élettelen tárgyaknak, akár geometriai formáknak is pusztán azok mozgások alapján egyszerűen élőként észlelünk olyan tulajdonságokat tulajdonítunk neki, ami amúgy élőlényekre jellemző, és ami ebben nagyon érdekes, hogy mondjuk az, hogy személyiséget tulajdonítsunk valakinek vagy valaminek, ez úgy tűnik, mintha egy ilyen nagyon bonyolult gondolatmenet eredménye lenne, de igazából itt, ami történik, az annyi, hogy teljesen spontán és ilyen ellenállhatatlan módon történik meg, tehát egyszerűen nem tudjuk nem úgy látni, akármennyire is szeretnénk. Ezt a jelenséget alapvetően embereknél vizsgálták, mint oly sok minden mást, és azt is szokták mondani, hogy ez igazából antropomorfizáció, és ugye szokták mondani, hogy mondjuk a kutyánkban érzelmeket látunk, az igazából azért van, mert nyilván saját magunkból indulunk ki. Ellenben, hogyha belegondolunk, az, hogy ez jelen legyen így a teljes állatvilágban, ez nem egy állatrendő ötlet, úgyhogy hogyha belegondolunk, Bambi áll az erdőben, hogyha minden egyes mozgásra mindig elfogna, az egész életét futással tölteni. Ha viszont tényleg csak és kizárólag az élő lényekre reagálna, akkor viszonylag gyorsan megennék valószínűleg. Ha viszont nagyon-nagyon sok mozgásra reagál, de nem mindenre, azért viszonylag alacsonyan van ez a küszöb, akkor Bambinak nyilván nagyobb lesz a túlélési esélye. Ezt a jelenséget a leggyakrabban egy ilyen üldözés jellegű mozgással vizsgálták, általában mondjuk két pötty üldözte egymást a képernyőt, és ezzel vizsgáltak felnőtteket, meg gyerekeket is, és azt találták, hogy az emberek már 3 hónapos korban is viszonylag korán valamilyen szinten már érzékenyek erre. Mi nyilván kutyákat vizsgáltunk, hogy egyrészt azért, mert mint ahogy már előttem mondták sokan, a kutyák nagyon sok szempontból jó alanyok lehetnek, és ami miatt például érdekesek, hogy ugye az ő életükben ez az üldözés jellegű mozgás azért elég gyakran megjelenik. Hogy ezt teszteljük, két tesztet csináltunk, az egyikben egy videót vetítettünk ki a kutyáknak, csak úgy, mint korábbi tesztekben az embereknél megjelent, viszont mivel a kutyák meg úgy általában a nem humán fajok nem igazán szeretnek videókat nézni, ezért tartottunk nekik egy élő bemutatót is távirányítós autó segítségével. Az első teszt a videó kivetítős teszt. Reméljük, majd el tudom indítani a videót. Szóval ebben 30 kutyát és 30 embert teszteltünk, hogy közvetlenül is össze tudjuk hasonlítani a két fajt. És nem tudom lejátszani a videót. Nem megvan.
mozgástól függetlenül mozog, míg a másik oldalán egy üldözés jellegű mozgás történik, vagy követés, kinek hogy tetszik. A lényeg az, hogy a két föld mozgása között volt valami összefüggés. És most nem igazán megvágtam a videót, hanem ezek a videók 10 másodperc hosszúak voltak, tehát nem adtunk túl sok lehetőséget arra, hogy végig gondolják az életüket közben, és kétszer játszottuk le a kutyáknak is, és embereknek is. Az eredményeknél rózsaszínnel látható az ember, kékkel pedig a kutya, és rögtön az első, amit észrevehetünk, hogy amit néztünk, az az, hogy a képernyő egyes oldalait milyen hosszú ideig nézik az alanyok. És itt már rögtön látható, hogy mind a kutyáknál, mind az embereknél egy ugyanolyan mintázat látható, amit közelebbről megnézve azt láthatjuk, hogy az első próbában, tehát az első 10 másodpercnél még ugyanannyira érdekelte őket az üldözés, és a független mozgás is, tehát ugyanannyi, itt egyenlően osztották el a figyelmüket a kettő között, viszont ez a második próbában, a második 10 másodperc alatt, ez már eltolódott, és egyre kevésbé nézték az üldözést, és egyre hosszabb ideig nézték a független mozgást. Ugye felmerülhet a kérdés párakban, hogyha mi azt várjuk, hogy ők felismerik ezt az üldözést, akkor igazából ők miért is a független mozgást nézték hosszabb ideig? És erre az a válaszunk, amit előttünk már korábban más mutatók is mondta, hogy itt ugyanmi történik, az üldözés jellegű mozgás, vagy valamilyen specifikus mozgásnak a nagyon-nagyon gyors felismerése, spontán történő felismerése, és éppen ezért nem kell nekik 10 másodpercnél hosszabb idő ahhoz, hogy rájöjjenek, hogy mi is történik ott, és éppen ezért a figyelmüket sokkal inkább a másik független mozgás felé fordítják, és abban próbálunk meg valamilyen mintázatot keresni, hiszen ugye a másik oldalt már valamilyen szinten értjük, és ez egyébként összefügg azokkal az eredményekkel, amiket kutatók felnőtt embereknél, illetve 5 hónapos gyerekeknél találtak. A második tesztben, ugye egy élő bemutatót tartottunk 24 kutyának, az itt látható távirányítósatók segítségével, ez a kettő szerepelt az üldözés jellegű mozgásban, Joker üldözte Batmant egyébként, és itt pedig valamivel nekünk is kell szórakozni, és itt pedig a másik kettő pedig egy független mozgást mutatott, és most jön a másik 3 videó, amit meg fogok oldani. Minden kutya megnézett egy ilyen független mozgást, és az összes kutya megnézte az üldözést is, és természetesen, mint elhagytam az egeret, de természetesen kiegyenlítettük, hogy ki melyiket látja először. Zene nem volt alatta, csak mint ahogy mondtam, nekünk is kell valamivel szórakozni. Csak egy kivágott jelentet, nem fogom lejátszani az egészet. De valahogy így nézett ki a független mozgás. Az üldözés. Nyilván lehet üldözésnek is látni, követésnek, vagy bárminek. A lényeg az, hogy van egyfajta interakció a két autó között. A tesztfázisban... A tesztfázisban pedig beraktunk egy autót az üldözős jelenetből, egy autót a független mozgásból, és... mind a két autóra ráhelyeztünk egy-egy labdát, hogy azért lehessen velük valamit kezdeni, majd a kutya egy percen keresztül azt csinált a szobában, amit csak akart, tehát oda mehetett, elvehette a labdát, de belőlük aztán átmehetett volna a szoba túlsó oldalára is, hogyha nem érdekli ez az egész. Azt jelenti, hogy gyakorlatilag mennyi időbe telt a kutyának, hogy
És minél lentebb vannak a pöttyök, az azt jelenti, hogy annál gyorsabban bekövetkezett ez az esemény. És itt, amit láthatunk, hogy a kutyák sokkal gyorsabban közelítették meg, sokkal gyorsabban értek hozzá a labdához, ami rá volt csatlakoztatva, és sokkal gyorsabban, mert korábban vették el a labdát attól az autótól, amelyik az üldözéses jelenetben vett részt, függetlenül attól, hogy ez az üldöző vagy az üldözött volt. Hogy ne csak pöttyöket mutogassak mindig, itt látható pár szám is, ez azt jelenti nekünk számok szempontjából, hogy a 24 kutyából 20 először ahhoz az autóhoz ment oda, amelyik az üldözésben vett részt, azt a labdát fogta meg, és 9-en egyik labdát sem merték elvenni, de a maradék 15-ből 14-en attól az autótól vették el a labdát, amelyik az üldözésben szerepelt. Ez alapján mi azt mondjuk, hogy valószínűleg itt is felismerték ezt az üldözésre mintázatot, nyilván nem feltétlenül üldözésnek gondolták, valamit gondoltak róla, és jobban értekelte őket az a tár, amelyik ezt az amúgy élő lényekre jellemző viselkedést mutatta, és elképzelt, hogy ezzel próbáltak meg valamilyen szinten interakcióba lépni. Tehát a két teszt alapján, amit mi véleményünk szerint elmondhatunk, hogy csak úgy, mint az emberek, a kutyák is hajlamosak élőként észlelni élettelen tárgyakat, csak is kizárólag azok mozgása alapján, és itt, amikor azt mondom, hogy élőként észlelni, ezt úgy értem, mint hogy mi például narcisztikusnak gondoljuk azt a nagy háromszöget. Igen, nagyon-nagyon szeretnék megköszönni mindenkinek, aki részt vett ezekben a tesztekben, vagy más tesztekben, mert ezt mindig elmondjuk, és ezt tényleg nem csak a levegőben mondjuk, hanem nélkületek tényleg képtelenek lennénk bármit is megcsinálni ezek közül. És köszönöm a figyelmet!